Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, hát csodálatos korai hétvégét kívánok, folytatjuk tovább idén is a közös együttműködést, a fejlesztést és az együtt játékot a honfoglalóval, úgyhogy most is pörgetjük a bajnokságokat, élezzük az elménket, így egy kiváló hétvége indító programnak, úgyhogy üdvözlök még egyszer mindenkit, szevasztok itt élőben, üdv a VOD nézőknek is, remélem, hogy minden szuper, és készen álltok rá, hogy megmérkőzzetek velem, egymással és a nem létező tudásommal, amit ma még annyira se érzek, mint egyébként szoktam, de hát na, péntek van, borús az idő, ideg is van, igazából ilyen totális bekuckózós, me-time-os idő van, de jó lesz ehhez a honfoglaló, tehát szerintem ahhoz, hogy egy kicsit önmagunkba forduljunk, ahhoz tökéletes az, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy műveletlenek vagyunk, úgyhogy remélem, hogy ehhez jó talpalávalót tudok szolgáltatni nektek. Mi lett a hangoddal, Főni? Kérdezi Norbi. Norbi, te még lehet, hogy új vagy itt. Aki rutinos streamnéző, az már a hangomból tudja, hogy én mit csináltam előző este. Úgyhogy erről nekem nem kell mesélni, ehhez ilyen tapasztalatot kell gyűjteni streamnézőként, és akkor már egyből tudod, mondanom se kell semmit, úgyhogy srácok, vicceket félretéve, töltsétek le az applikációt, a játékot a mobilotokra, hogyha még eddig nem tettétek meg, ingyenes, de erősítsétek meg a felhasználótokat, mert az lehet, hogy szükséges hozzá, ezzel mindig itt senyvedünk, és mindannyian fogtok tudni játszani, mert természetesen bajnokságot fogunk játszani, úgyhogy annyian jöhettek, ahányan csak szeretnétek. A mai adásban is folytatjuk tovább azt, amit legutóbb elkezdtünk, mert az rendkívül vicces volt, és ti is nagyon élveztétek. Mi szerint a bajnokságot azt szerint fogjuk játszani, hogy nehézségi szintet állítunk, tehát nagyon könnyű és nagyon nehéz kérdésekkel fogjuk egymást boldogítani, viszont annyit elárulhatok, így teaserként, hogy a honfoglaló csapatával együtt nagyon-nagyon közel járunk hozzá, de ugye nyugtával a napot, hogy egy új fejlesztést bevezessünk a játékba, amit kifejezetten nektek készítünk hónapok óta. Nem tudok egyelőre semmit mondani, hogy az mikor lesz kész, de már közel járunk, és szerintem nagyon-nagyon szeretni fogjátok, úgyhogy ja, ezek a tervek, meg van még 1 millió terv így egyébként a játékkal kapcsolatban, de egyébként nagyon örülök, hogy így hosszabb távon is ilyen sokan élvezitek a honfoglalós adásokat. Tudom, hogy mindig van ez a felhang, hogy ha nem olyan már, mint régen, amikor a jó kis YouTube-os honfoglalós videókat töltöttem fel, de tudjátok, hogy szeretem nagyon ezeket a kvízjátékokat, szeretem veletek is játszani, tök érdekes témák előkerülnek, tök érdekes dolgok eszembe jutnak, amiket hát elfelejtettem mondjuk az érettségi óta, és így, hát ha más nem is arra jó, hogy ti kinevessetek engem, hogy milyen hülye vagyok, én meg egy kicsit így próbálom szinten tartani a lexikális tudásomat, ami nem nagyon sikerül, de ha más nem, legalább játékos formában próbálok tenni érte, és örülök, hogy ebben ilyen sokan partnerek vagytok. Szóval remélem, hogy jó lesz a mai adás is. Köszönöm szépen a támogatásokat! Nixia Giftet, Control BKV a Csírt, Cactus Pig, Code, Logan, köszi a 39-et, Hamutartó az 5 hónapot. Nagyon köszönöm a kedves szavakat is. Teó, köszi a Tirkettes 28-at, Borvirág és Beus, valamint NB, neked is köszi a 29-et, és Kuszi Joker, köszi neked is a 14-et. Játékok tekintetében 6 nap, még maximum 6 nap a Final Fantasy-ig, nyilván nagyon várom, nagyon készülök, kijöttek a review-k egyébként, 93-on áll a játék, úgyhogy halleluja, nagyon jó lesz, és hát az Elden Ring DLC-ről meg már beszéltünk, úgyhogy az is város nyárra, abszolút, abszolút, úgyhogy most ilyen nagy gaming várakozásokba vagyok. De most már nincsen sok a Final Fantasy-ig. Na, srácok! Remélem, hogy ennyi idő alatt mindenki le tudta tölteni a játékot, le tudtátok frissíteni, indítom én is, és hát akkor csapjunk bele a mi kis borús péntek délutáni kvízjátékunkba. Srácok, pereg a honfoglaló! Na, még adok rá egy kis hangot.
Kell nekünk itt a háborúhoz a... Búsztoló muzsika. Úgy. Ez így jó lesz. No! Le bajnokság! Párbaj formátumban fogunk bajnokságot játszani, és a kérdések erősségét fogjuk beállítani. Mi lenne, hogyha kezdenénk egy könnyűvel? Kezdjünk egy könnyűvel. Azzal bevonzzuk az embereket, hogy ne ijedjenek meg, és utána mehet a nagyon nehéz, amire igazából mindenki vágyik. Könnyű. Ott is van. 740-846. Gyertek, csalatkozzatok. Várlak benneteket sok-sok szeretettel. Ne, hát a közepes. Végletesek vagyunk itt mindig, tudjátok. Ricsi, illetve Gírcsi, nem tudom, hogy lettél Ricsi, ne haragudj, köszi az 5 hónapot. És Kocak, neked is köszönöm szépen a feliratkozást, üdvüdv! Ez az óvodás szint, hát lauda, hogyha te rendelkezel korrekt tudással, tehát mondjuk nem úgy, mint én, akkor igen. Ez a Nessai nehézségi szint, ez volt a fejlesztési neve. Tudjátok, a titkos kódneve az volt, hogy a Nessai nehézségi szint. Ki hogy hívja? Mátéka vajon itt lesz? Hát nem tudom, hogy a nagy honfoglalósok közül ki lesz itt ma a közönségben. Mert hogy most dileg délutánra raktam a streamet, hogy más is tudjon játszani. Ugye délelőtt szoktunk honfoglalózni. Hát majd meglátjuk. Meddig terheljük? Akárhányan jöhettek. Mindent elbírnak a szerverek. Végtelenül lehet jönni. Le kell tölteni. Fölcsapod a telefonodat, nem ész a Play áruházba, az App Store-ba, ledurrantod, nem kell félni, most kell megmutatni, nem a cseten kell okosnak lenni, ingém kell okosnak lenni. Úgyhogy gyertek, srácok. No, megleszünk itt 200-an az első körre, addig a többiek remélhetőleg kedvet kapnak, és reméljük, hogy nem csicskalángos fog engem lepofozni a tudásával. De hölgyek és urak, drága pingvinek, ott vagyunk 200-an. Tehát 201-en, köszönöm szépen mindenkinek. Indulhat az első bajnokság. Mehet. Mindent elfoglaltam, emberpik, hogyne. Én vagyok a 201-edik, így van. Tehát 200 néző plusz a hülye gyerek, így van. Ez amúgy így volt kitalálva, így értettem a 200 embert, hogy én nem számítok. Köszönöm szépen. Örülök, hogyha már én nem, akkor ti ennyire fel vagytok pörögve ezen a péntek délutánon. Fáj a torkom, eddig nem fájt. Mondjuk eddig nem beszéltem a nap során, szóval ez valószínűleg ezért lehet. Na mindegy, biztos megdolgoztattam tegnap. Mindegy, hagyjuk, kezdődik, mehet, na. Nagyon könnyű bajnokság, easy kérdések, mindenkinek tudnia kell mindent. Hajrá, srácok, győzön az ostobám. Nézd meg, milyen közel van. Ez itt vad lesz. Vad lesz az első kör. Melyik számmal egészíthető ki? 7. 7 szűk esztendő, 7 ország. Kicsit én is belezavarodtam, de meglett az. Én voltam a lassabb? Hogy én voltam a háló? Na nézd, jó van. Jó, nyugi. Még elfogy a kávé. Minden rendben lesz. Bene gyere a váram mellé, te, mert olyat... Na azért, okosan. Okosan terjeszkedjél. 3000-en múlott. Melegítünk gyakorlatilag a hamarosan kezdődő Forma 1-es szezonra. Hány országgal határos Horvátország? 3. Erről nem beszélünk, jó? Nyaralni megyek oda! Bassz meg, nem a térképet nézni! Most 3-4-5. Most a Horvátország... Én még ilyen jugoszláv időket élek. Hát nem mai gyerek vagyok már. Most, hogy ott hogy osztották az föl, meg hány országra, meg ki kiáltja ki a függetlenségét, hát kinek van arra ideje? Ilyet.
Hát hol vannak a lények? Az a baj, hogy a túl könnyű kérdések egy ilyen művelt és intelligens embernek, mint én, nem elég nagy kihívások, hogy figyeljek. Hány méhe van a vörös egy? Mit tudom én? Hány méhe van egy kengú? Mi az, hogy kettő? Mi az, hogy mi van neki kettő? Hát mit csinál a másikkal? Minek? Egyiket pihenteti? Hát a micimackóba egy zsebi baba volt. Hát most milyen hülyén nézett volna ki, hogyha két zsebi baba van a micimackóba? Egy erszényhez két méh? Hát na egyre durvább ez. Miért van méhecske a kenguruban? Na mindegy. Jó, erős kezdés volt, srácok. De mondom, ez nem az én terepem. Beszélgessünk inkább a Drive to Survive-ről, nem? Mi a PayPal? Oda nézzé, a PayPal. Hát egy e-mail. Oda kell küldeni e-mailbe a pénzet. Az anyámat a dobhártyám. Jaj, ne. Jó! Most arról nem volt szó, hogy beírjuk a helyes megoldást, nem kellett volna ma fölkelni. Melyik hozzávaló szükséges a bakonyi sertésbe? Miért nem azt írják ki soha, hogy rántott hús? Innen szép nyerni. Melyik nem tartozik a szeretetnyelv fogalmához? Na Nálam ez egészen máshogy van. Hány olyan felirat egész? 5-5 nyert. Jó, hát az elsőt tudom szó szerint idézni, egérke. Nem tudtam hányszoros. Kinek a műve a Hári János című daljáték? Áú, ezt lejjebb kell vegyem a hangot. Várjál, tippelni kell. Várjátok, halkítok. Úgy. Mi volt a helyes megoldás? Sokkal kevesebb, mi? Nem láttam. Szerintem 5 millió alatt volt, nem? 2, azért. Jó, hát ha gondolkodok, akkor más. Mit jelent magyarul likvidálni? Megsemmisíteni, legfárt főzni, csepp folyósítani, vagy befektetni? Hát likvid, tehát csepp folyósítani. Indonézia, hanyadik legnépesebb ország. Négy. Egyértelmű a lekvárfőzés. Mit jelent az, hogy egy nagy fakopáncs tarkóján piros folt van? Elmúlt 5 éves, ne szopasz! Elmúlt 5 éves! Amúgy lehetne. Hány ember él egy lakatlan szigeten? Hát az attól függ. De ha nem él, akkor honnan tudjuk, hogy van a lakatlan sziget? Az arábiak közül melyik a legkisebb... Na, most miért csináljuk ezt? Esküszöm, jobban tudtam a... Már korábban. Csal! Esküszöm, jobban tudtam a római számokat egyébként a honfoglaló előtt, mint a honfoglaló után. Na, most csak le kell rombolni a várát, és...
Mondjuk nem tudtam, hogy könyvtárszakos ellen megyek, de mindegy. Szerintem közel van. Tipca! Na! Ez kellett nekem, nézd meg! Ez kellett nekem! Tipca a Google-lel! Mátéka 69XD, nézd meg, ott van! Ott van Mátéka 69XD, önmatematikus! Nem nyerek ma, Federer, jönnek a veteránok. Kezdődik. Most már el kell kezdeni komolyan venni. Nem lesz ez így jó. Mátéka és a rajongó tábora megjött. Vigyázni kell, igen, Marci is itt van. Ba, gépek, ők többen vannak. Csicska lángos. Ott még láttam érdekes neveket, de mindegy. Na hát nemzetközi játékosaink is vannak. Hát gyakorlatilag most már angolul kezd streamelni lassan. Na hát egyébként jól kezdtem, most nyilván nem a helyezéseket kell nézni, de a top 115. Top 115 a helyezés. Mit akartok? Hát innen lehet hova fölfele kapaszkodni. Az egy jó történet. Efilusti Panda, X-Ray, Kocak, köszönöm szépen a támogatásokat. Na! Jó van, vegyük komolyan! Vegyük komolyan! Mennyi az értéke az angol 300 számnak? 300. Nagyon jó. Igen, magapa, azért nem engedi a csatlakozást, mert megy a játék. Majd a következő körben tudsz csatlakozni hozzánk. Na gyerünk, spártaiak! Harry Potter hányadik tanévben nézi a titkok kamrája? Harry Potter kisbetűvel! Hát mik ezek, nézői kérdések? Szegény Mr. Potter! A másodikban. Na elkezdett nekem kedveskedni a játék, de mindjárt jönnek a római számok, ne aggódjatok. Mennyi a rendszám a első elemének? Ez az! Hát intelligens! Hát látjátok, a kémiához is értek! Félsz, Potter? Na! On the lead! Na gyere! Ide jövünk. Kinek a festménye a napraforgók? Tudjátok, hogy kell válaszolni olyan kérdésre, amit alapműveltségnek gondolsz, de nem tudod? Hogy rányomsz arra a festőre, akit a legismertebbnek tartasz. És reménykedsz, hogy akkor ezek alapján ő az. Nem tudtam. Melyik ásványvizet jelölik rózsaszínnel Magyarországon? Hát az szénsavmentesen. Egyébként volt a Müncheni nyári olimpia. Izraeli túsz drámával. Nem tudom, sajnos. 72. Csalt! Fixen csalt! Meg az volt a leghosszabb válasz, így van. Mi a teleszkópium csillagkép magyar neve? A kígyó farka. Teleszkópium csillagkép, nem hallottam. Hányszoros Kossuth díjas Törőcsik Mari. Úgy érzem, hogy... Na mindegy, nem mondom ki, amit érzek. Inkább érzem belül. Melyik vár híres kapitánya volt Dobó István? Egör. Hány csillag látható Kína zárt? Nem tudom. De nem áll! Nem áll! Nem áll!
Hagyomány szerint az év melyik napján kell lencse főzeléket enni a gazdagság reményében? Azt a mindenit. Ezt bezzeg tudom. Hány őszi könycsepről írt... Három. Azon van azt mondani, három vagy hét. És nyilván betippeli az ötöt úgy, hogy ugyanúgy nem tudja. Milyen van a térdnek elege? Hányan támasztanak a tiszta Queen-t? Na, most egy tücsitől meghallgathatom. Ott van! Tudtam! Csak mellé ütöttem egyel. Mi nem kell a somlói galuska elkészítéséhez? Na, várj! Összezavarodtam! Azon izéltem, de mondom. Rum nélkül el tudom képzelni, de nincs benne kókusz. Már megint hogy veszítek? Azt amúgy lehet tudni? Melyik sportoló nyert orosz színekben olimpiai aranyérmet? Nem is tudom, mikor ettem utoljára somlóit. Ne csináld már! Jó. Legalább nem csak nekem okoznak gondot a római számok. Hogy hívják a mesében a főszereplő lány méhecskét? Igen. A híres Willy a méhecske. Még nem volt... De várjál, de mi a kérdés? Jó, hogy a... Hát hiányzott a kérdés, nem értettem, hogy... Ja, hülye vagyok. Ezen elkezdtem elgondolkozni, hogy Csanádpalota melyik vármegyében található. Hát 17 és... Ott van, baby! Igen, elkezdtem beírni számokkal, hogy hétfő. Justice. Győzelemnap, hatalom! Köszi, Hunhammer. Van nekem itt szerintetek szopogatóm? Van szopogatóm. Látjátok, a múltbéli Nessai gondolta a jövőbeli Nessaira. Hülye vagy, Mátéka kerizik. Az öreg Máté. Nem lehet megállítani. Na, hanyadik vagyok? 45. Nice. Na, top 50, jövünk föl. Amúgy rájöttem, hogy a... Szerintem a nagyon könnyű bajnokság az nekem nehezebb, mert sokkal többet kell tippelni, mert az eldöntendő kérdésekre mindenki tudja a választ, és a tippelésben egyszerűen mocsok szar vagyok. Gyorsan megnyitottam a kifogásos jegyzettömbömet. Azt hittem, kihúz egy dildót a dobozból. Figyelj, kisgecó, ki mit tart otthon az asztalán, nincs ezzel semmi baj. Magyarázz csak, Eldahar, nem látlak a táblázaton. Nem látlak valahogy, hogy lehet ez? Lemerült a mobilotok, nem, csetelők? Nem tippelni kell, hanem tudni a választ. Köszönöm szépen! Jó bulás, Nike! Na gyere! Harmadik forduló a négyből! Jövünk föl! Töretlen a forma! Fröcsköljön a torma!
Ja, nem olvastam föl, bocs, néha belassulok. Szóval a Schwarzenegger film cím volt a kérdés. Nyilván. Schwarzi Marci. Belassultam. Nagyon egyébként hétvége feelingem van ettől így a mai időjárástól. Mikor lett Hitler kancellár? Töri tanár Nessali on the rise. Micsoda jó tipp. Nektek bazzeg nem lehet jót csinálni, ha eltalálom, akkor jól tippelek. Hány betűből áll a szénve? Mi? Egy. C. Mi a szénvegyele? C. C. Jó. Sose szerettem a kémiát, mindig rohadt szar voltam benne. Jé! Na gyere! C mint C-n, köszönöm. Köszitek, barát. Mi az előtagja annak az összetett szavak... Mi? Azoknak az összetett szavaknak, amelyeknek utótagja gyulladás, öblítő, köszörülés. Mi van? Mi van? Örömód a Beethoven hanyadik szimfóniájában van. Amúgy 9. Melyik szlovák nemzeti étel? Ez beugratós kérdés? Nem, jó. Hány évre tettem a csapata az aténi olimpián? 1896-ba. 6-ot. Melyik mérték szolgál az adatmennyiség mérésére? A tor, a byte, az itce, vagy a mina? Mi az, hogy mina? Mi az a mina? Inkább azt mondjátok el. Hány tagországból áll az Egyesült Királyság? Jó. Jéj! Gondoltam, hogy a pina poént nem tudjuk kihagyni, de tényleg kíváncsi vagyok rá. Hány itzer a motok van? Melyik ország autójelzése? Az SK. Semmi között hozzá. Hány lába van a legtöbb asztalnak? De mi az? Asztal, de nem szék. De milyen aranyosan van föltéve a kérdés, hogy a legtöbb asztalnak hány lába van? Menjünk Várra. Menjünk Várra. Melyik ország oltalmazója? Szűzmáhia! Magyarországa! Kecske. Hány forint a sarlós fecske eszmei értéke? Ezért nem szabad 100 fölé menni ilyen tippbe, bazzeg, mert ugye nagyobb a különbség. Na, legalább ezt is megtudtuk. Melyik író műve a Hókirálynő? Hát tippem van, ciki, hogy nem tudom. Illetve két tippem van, de... Jó. Picasso. Fogalmam sincs. Nem! Ja, melyik szám? Jó, ezt nem láttuk, kivágjuk! Mit kér tőlünk a munkáltató, ha szívit kér? Az életünket gyakorlatilag. Ups! Ez annyi szinten volt rossz, hogy... Cigit, igen! Cigit! Melyik éve rendezték meg az első labdarúgó világbajnokságot? Miért nem azt kérdezitek, hogy ki nyerte? Uruguay nyerte. 30, nem emlékeztem. De Uruguay nyerte, azt tudom. Mi várat támad, haló? Mit jelent az L? Na ez a kérdés, hogy mit jelent az L? Budapest hányadik kerületében van Újlipót város. A fa honnan tudjam?
Srácok, szar van a palacsintában, innen jelezném, egy tornyom marad. Milyen szín nincs a jelzőlámpában? Nice. Mindjárt megtudjuk, mi az az el. ...720 felett. Hát érté... Hát igen, ez nem jutott eszembe, pedig próbáltam dúdolni magamba, de nem jutott eszembe. Halló! Cheat! Na, nem köszi a játékod! Nézd meg! Az előbb tarolok, most meg visszakapom. Végig nyerem a köröket, azt utána elbukom az utolsóba. Na, most már tudjuk, mit jelent az L. És tudjuk, itt kell kibannolni. Hát ez szexi volt. Not like this. Ez nem volt benne. Az a Picasso, az fájt. 220 fele átértékele. Nem jutott eszembe, de annyira durva, hogy a dallamok amúgy így megmaradnak az emberbe sokkal jobban, mint a szöveg. Legalábbis bennem. Csatlakozni a következő kör után tudtok majd, srácok. Még egy fordulóval hátra. Jaj, ez nagyon jó, ezt olvassuk be. Elcsúfították a honfoglalót, ráadásul nem lehet gépen se játszani, és te ehhez asszisztálsz, Nessai. Így van. Én kurtam el. Semmi nem olyan jó már, mint régen. A régi szép dolgokból nem marad semmi, mondta a nagymama, ugye? És itt a nagypapára gondolt. Így van, de őróla is én tehetek. Én vagyok a hibás, bevallom. Nem az az ivót, az én voltam. Ezek az emberek egyébként tudják, hogy egyébként, ha ez nem lenne, akkor megszűnt volna a flash miatt az egész. Na mindegy, valószínűleg nem, de... Hát sajnálom, sajnálom. Szar ez az egész, hogy itt több száz emberrel együtt játszunk, kvíz kérdésekre válaszolgatunk, nevetünk, jól érezzük magunkat, ahelyett, hogy pörögne a forti. Szomorú ez, így múlik el a világ dicsősége. Hanyadik vagyok? Mindjárt megmondom nektek, csak a jó játékosok handicappel indulnak, 109. 109. De ez a közönségbe vonzó kör, tudjátok? Tehát, hogy azt akarom, hogy most így mindenkinek megjöjjön a kedve, hogy ó, hát ezeket én is tudom. Hát nézd meg, ha a Nessai fölvállalja, hogy ilyen hülye, akkor jövök játszani. Máték a 69, sajnos csak a második. Nem az a szégyen, hogy én három fordulóból kétszer kikaptam, hanem hogy Máték a csak második. Messze így csapágyas lesz az egér görgője. Örülök azért, hogy felületet biztosíthatok, hogy mindenki ki tudja adni a hétköznap felgyülemlett frusztrációját, és levezethesse azon, hogy én milyen hülye vagyok. Bármikor, srácok. Szívesen vagyok az ország boxzsákja. Come at me. YouTube-on is majd nyugodtan. Le lehet írni, nem szégyelled magodat. Itt vagyok nektek. Csabi, köszönöm szépen a 45-öt. Robi, bizonytalansági állandó, köszönöm neked is az 5 hónapot. Csak óvatosan a pénteki napon ezekkel a harcokkal. Hát! Aludhattam is volna, senki nem vette volna észre, hogyha nincs stream. És Csubatka, basz meg! Édes Istenem, Csubatka! Hát ez majd Imádlak, bazzeg! Hol vagy? Csubatka! Azt hittem, nekem a legrosszabb, hogy tolószékes vagyok, de Nessai, nem lennék a helyedbe, ahogy így olvasom a csetet, egyre kényelmesebb a székem! Édes Istenem, basz! Istenem, majdnem mondtam valamit, basz!
Nem vettem észre a nullát a végén. Mármint, hogy nyilván észrevettem, de hogy túl később. Na mindegy. Még Dzsubatka hatása alatt voltam. Na nem baj, az előbb jól kezdtem, az nem segített, úgyhogy... Legkevesebb hány fornak... Yes, baby! 135 forint. Hány fogalmi élmével fizethető ki? 4. Hú, de felosztjuk itt Bazíliát. Köszönöm a 100 rózsát, John Style! Medikopter! Vagy 114? Lehet, hogy 114. Nem, 117. Melyik szám hiányzik az ismert film sorozat címéből? Az is ilyen német sorozat volt, mint a Kobra 11? Na gyerünk, vezetünk. De ez nem tart sokáig. Melyik város futballcsapata a Panathinaikosz? Pardon. Hát én, na egy focistával van dolgunk. Hány hengeres volt a... Nem, 65! A Barkasz, az öreg Barkasz kisbusz 3 hengeres volt. Igen, nem dupla volt. Ez csak 3 volt, nem 6. Jó kis Barkasz! Melyik folyópartján fekszik Nizsgi Novgorod? Jéj! Mondjuk azok a barkaszok azóta is mennek jogos. Mi a lítium vegyele? Hát ebben nem vagyok biztos, de ezt mondanám. Minek a vegyele az el, srácok? Hányszerűen tényleg, de Csebatka... Anne már! Bro! Mi ez a nap? Ja, simán el nincs, hanem a liter miatt nincsen. Á, tényleg, ez jogos. Csajkovszki! Én vagyok az L, így van. A liter és a római 50, meg a mai teljesítményem. Annak a jele az L. Melyik szóírása helyes? Na, ezt tuti, hogy az én Twitch chatemről vették a példákat egyébként. Menjetek már a picsába. Mi? Nem. Hogy jött? Az hogy jött ki, Nessai? Az hogy jött ki a 4? Ja, hogy várat támad? Hol él a legtöbb vöröshajú ember? A pokol... Már ő... Micsoda? Nyugi. Ennyi a honfoglalóban beírható legnagyobb szám. Ott van! Ott van! Na ez egy intelligens kérdés! Hoppá! Na ez a nekem való kérdés! Az mennyire jó volt! Zseni. Melyik sportoló nyert orosz színekben olimpiai aranyérmet? Na melyik volt fehér orosz? Hány ász található az Uno-ban? Jó, nekem is... nekem is ez volt, hogy így nem rémlik, hogy van az Uno-ban ász, de hát akkor legyen 4. Hol mérték a Földön a leghidegebb hőmérsékletet? Hát I guess. De várja attól, hogy sántaróka még megvan a lába. Jó, 8. Hány lába van két sántarókának? Amúgy ez a kurva... Az nagyon szeretem az ilyen kérdéseket. Hány lába van a sántarókának? Melyik tudományág foglalkozik Jézus Krisztussal, mint megváltóval? Várja, ez külön tudományág? Ilyen van, hogy krisztológia? Thank you.
hittem, hogy több szimfóniája van Beethovennek. Nem áll, megint nem figyelek a váramra, bazeg! Amelyek közül melyik áll többes számú alakban? Megsajnált. Több van, csak nincs befejezve. Beethoven már nem húzott lapot 19-re, igen. Köszi, Bibó! Na. Szánalompályán felsurrantunk a végén azért. Hol vagyok? Hol vagyok? Még sok meccs van, még nem lehet legörgetni, mert még azok variál. Hol vagyok? Haló! Hát kettőt nyertem! Kész. Beakadt a görgőm. Mason ügynök, Krisztina, Rebi, köszönöm szépen. Ice Color, köszi a giftet Csuvatkának. Csabi, köszi a 45-öt. Cső. Nem, kettőt nyertem a harmadik körbe. Lerombolták a váram az utolsóba. Ott top 90. Top 90, ezt úgy kell felfogni, hogy a nézők fele hülyébb nálam. Mindig azt mondják, hogy a nézőim biztos, hogy 9 éves idióták, csak, és azért néznek engem. Itt van a bizonyíték rá, hölgyeim és uraim. A nézőim nem hülyébbek nálam. A nézőim fele hülyébb, a másik fele okosabb. Tökéletesen középen helyezkedek el. A nézőim fele azért néz, mert röhög azon, hogy milyen hülye vagyok, a másik fele meg azt hiszi, hogy okos vagyok. Hát ez a lényege. Ez a sikeres tartalomgyártás lényege. Középen kell lenni. Ha túl okos vagy, akkor nem értik meg. Ha túl hülye vagy, akkor meg elveszíted az embereknek azt a részét. Ez így ki van számolva. Ez így van. Ez egy marketing stratégia, látjátok? Minden meg van tervezve. Minden csak színészed. Jaj. Kukis kapitány, köszönöm a feliratkozást. Üdv, szerény hajlékunkba. Fevi, köszi a 7 hónapot. Ne szállj, hogyha nem szeretsz vezetni, akkor hogy szoktál lemenni Debrecenbe? Hát helikopterrel, ezt már megbeszéltük sokszor. Jé, gratula a játékosoknak, Dark Lord a győztesünk, GG Dark Lord, Bunga és Gege, még a dobogósok, PDVD, Nico, Mr. Crack, Fanny, és Mátéka 69 a 9. helyre ért oda, ő is alul teljesített, látjátok? Most nem csak nekem nem ment olyan nagyon, Mátéka is egy kicsit még le van lassulva, na. De top 90. Az teljesen böcsületes, már megbeszéltük. Tavboly, köszi neked is a 3-at. Na! Sokan megérkeztetek itt időközben, úgyhogy akkor most lehet megmutatni mindenkinek, aki kedvet kapott, hogy kell jól csinálni ezt a dolgot. És akkor jönnek a nagyon nehéz kérdések, hölgyeim és uraim. Megvolt a Nessai nehézségi szint. Most lehet keménykedni. 5-29-7-7-3. A reklámszünet után folytatjuk. Ugye, hogy ízlik? Látom, hogy rászoktatok, és úgy szívjátok fel, mint a távoldatot. Nesze neked ember! Ott is van. Meg vagyunk már? Addig fogom nyomatni a reklámokat, amíg nem vagyunk meg 300-an, mint a spártaiak. Az a baj, hogy csak 2 reklámom van, úgyhogy ezt nem gondoltam át, de... addig mindenki tud rendelni a shopról. Gratula mindenkinek, aki toppos helyezést ért el, srácok. GG. Csicskalángos visszatért ezúttal is, hogy megmutassa, ki a főnök. Pisti Mistike, nagyon helyes. Dart Viper, Petka, Dodri, Tucsmucs, neked nagyon tetszik a neved. Gyertek, srácok, 5-29-7-7-3, eregjen. Most vagy soha,
Most bebizonyíthatjátok a nagyon nehéz bajnokságban, hogy az átlagember fölé tudtok nőni testi adottságokban, intelligenciában, gyorsaságban, kattintási, tapizási ingerekbe. Mindenre képesek lehettek. Én vezetek egyelőre, így van, de hát na. Alapból a rangok szerint rakja be a játékosokat. Tehát ugye, amikor így beléptek, akkor a mért intelligencia alapján rakja sorba a bajnokság játékosain. És akkor utána kezdi el a pontok szerint sorba rendezni. Azt írja Techbarát, én mennék, de hang vagyok, csak a pofám nagy. Ne aggódj, Techbarát, ha ez megnyugtat, nagyon sok ember van még így vele az interneten, nem vagy egyedül. Ha nagy pofájú embereket akarsz keresni, hogy ne érezd magad egyedül, jó helyen jársz. Például itt vagyok én kezdésnek, de ez most mindegy. Na jó, srácok, akkor kezdjük el, szerintem aki akart belépett, 279 fővel reátapadunk a második bajnokságunkra, ezúttal a nagyon-nagyon nehéz kérdésekből lesz válogatva. Hát én itt csillogni-villogni fogok, majd meglátjátok, ugye? Azért mégiscsak, mint műsorvezető, mint művelt ember, mint intelligens felnőtt, hát ezek nekem azért általában csemegék szoktak lenni, de megpróbálok azért esélyt adni a közönség többi tagjának is. Úgyhogy hajrá, hajrá. Lehet, hogy én vagyok a béna, de nem engeded be sehogy se. Hobbit, esetleg próbáld megerősíteni a felhasználódat a játékban, hogyha valami hibát írt neked. Nessai, ha nehéz módban jobban teljesítesz, mint könnyűben, akkor valójában okosabb vagy, vagy hülyébb? Valójában jobban működök a tudatlanságban, mint a tudásban. Tehát ugye a nehezebb kérdésekben mindenki más hülyébb, mint én. És hülyék között könnyen vagyok okos. Hogy ez mit árul el, arra hagyok nektek időt. A okosak közt hülye vagyok, de hülyék közt okos. Tulajdonképpen ez a válasz a kérdésedre. Hányik évben fektette le Neumann János a játék elmélet alapjait? Jéj! Később igen, azért az már... századforduló után volt. Köszönöm Johnny Hero az 55-öt, és Krisztina köszi a giftet. Betelepültünk oda közelre. Jövünk. Melyik évben született Kabos Endre olimpiai bajnok? Na, ezt nem tudom. Tehát ez... régen volt. Régen volt, mert már régen volt. Miben lett olimpiai bajnok? Azt mondja meg valamelyik őtök egyébként, hogyha már itt a tudatlanságba fürdünk, akkor... legalább az derüljön ki, ha esetleg valaki úgyis pörgeti a Google-t, hogy okosat írjon a chatre. Úszás? Kérdezed vagy mondod? Vívó volt. Köszönöm, srácok. Melyik évben született Kós Károly építész? Most hirtelen megint mindenki lexikon tudó lett. Eltaláltam a századot, ezt miért nem lehet jutalmazni? Ő építész volt, köszönöm szépen, és mit építettek, barát? Azt mondd meg, hogy mit épített. Az már tudás. Na. Ki írt filmzenét a Star Trek Insurrection című filmhez? Jéj. Épületeket. Próbálom itt terjeszteni a tudást, de messziről indulunk. Mi Gilbert... mindig a leghosszabb válasz. Az ő nevét úgy kell kiejteni, hogy bekap?
Hol használják a párizsi pont kifejezést? Cipő méretek meghatározásánál. Mi az a párizsi pont? What the fuck? Milyen kapcsolat állt fenn a két miniszterelnök, Károlyi Mihály és Károlyi Gyula között? Szeret... Na, bocsánat. Rámentem a meglepőre, de kár volt. Ahol a cipő hajlik. Lehet, nem tudom, sose hallottam. Hol van a köpcsont? A párizsi pontnál, a cipőnél ezek szerint, akkor jó! Melyik városban van a Huszár Mátyás rakpart? Szöged. Elnézést kérek, szögedi testvéreim. Mit jelent ez a szólás? Szent Tamás szolgája vagyok. Nehéz kérdések tényleg jók arra, hogy amúgy tanulunk dolgokat. Hát, ő volt a hitetlen. Aha. Megalkotta a tudományos rendszerezést, élőlényekre alkalmazta a kettős nevet. Ki ő? Carl von Linné. Legyőztem a baszógépeket. Ez az! Köszönöm szépen! Na hát, itt a nehéz kérdéseknél örülni kell a győzelemnél. Igen, ő Carl von Linn felesége volt, Linné. Aha, hát persze, Mrs. Linn. Ezt a Szent Tamást, ezt megjegyzem, ezt nem hallottam. Van az a mondás, hogy ne tamáskodj. Az is azt jelenti, hogy ne hitetlenkedj. Ugye? Onnan kellett volna tudnom, valószínűleg. Aha. Na, azt már hallottam. Nem hitt el, hogy ott van Jézus előtte. Aha. Jó, hát tudjátok, mennyire vagyok benne. Nem, én egyébként viccet félretéve ezért szeretem a nehéz kérdéseket. Van nagyon sok ilyen elborult kérdés, ami nem sokat ad hozzá az életedhez, de hogy van sok olyan, ami tök érdekes, hogy hé, ezzel majd csajozok legközelebb. Hol van Mátéka? Hát mi ez te? Befürdött a ne... Ott van 23. Mátéka, és hol vagyok én? Mi vagyok 42. Hát aláztam kis túlzással. Ő volt Kora Stól Andrása, ő is azt hitte, hogy Jézus színész volt. Nem a Stól Buci mondta, hogy Jézus színész volt, hanem az a drogos megjelenésű fiatalember. Hogy hívják? A Hújbe, az! Köszönöm szépen, a Hújber Feri. A Stól az csak a Neoton familiát énekli, nem? Hogy 220 fennagyobb. Bocsánat, menjünk tovább. Jöhet a második forduló. Nem kéne. Na jó, hamar átmentünk ma dark humorba, úgyhogy... De ez Csupatka hibája egyébként, ő kezdte, jó? Tehát... Ti irányítjátok a streameknek a kilengését. Igen, fölébredtem. Beütött a szopogató.
az a baj, hogy ráittam. Semmi értelme nem volt, mert hogyha lett... Ráiszok, mint a vidéki mem. Minden a chat hibája, hát ez eddig is így volt. Ez az örökérvényű igazság. Na! Második forduló! Ráittam a Tabira, igen. A Tabira egy tubit. Na gyere! Egyébben állították elő a periódus rendszer 110. elemét, a Darmstadtiu. Egy isten vagyok, basz meg! Tudtam! Hát persze, hát azért, na, hát azért! Most nem akarom így droppolni a tudást nektek, de hát na! Egy igazi vegyész vagyok. Szólítsatok Walter White-nak innentől kezdve. Hány méter magas a Föld legmagasabban fekvő hágója? A 150 azért a... Jó, oké. Azért az meredek volt egy picit. Gamin, az nem egy óra márka. Hát azon gondolkoztam, hogy mennyivel lehet lejjebb, mint a csúcspont. Melyik évben oszlatták fel a Szabad Demokraták Szövetségét? Hát, akkor még volt SZDSZ? 2021-ig volt SZDSZ? Ó, volt! Igen, azon gondolkoztam, hogy ott koalíciós kormány volt-e, akkor nonsense. De hogy 21-ig volt, azt nem tudtam. Melyik esemény történt Első László magyar király uralkodásának ideje alatt? Imre herceg szentélyavatása. Ja igen, a Garmin-ra gondoltam a márkán, köszönöm. Melyik szálloda előkóstolója volt G. Dénes György dalszövegíró, a népszerű Zsüti? Biztosan így volt. Mi látható a Pink Floyd Atom Heart Mother nagylemezének borítóján? Ú, de jó kérdés, bazeg! Azt tudtam, hogy valami állat! De a legelő tehén. De jó, ez egy nagyon jó kérdés volt, ezt tetszett. Ki nem szerepel Tolstoy Anna Karenina című regényében? Ó, bazd meg! Tehén. Könnyű olvasmány, Tolstoy. Igen. Az alábbiak közül melyik zenemű szerzője Monteverdi? Hoppe a megkoronázása. Ücsi, csöndben maradjál már, jó? Tudok kottát olvasni, legyen elég! Melyik ország volt a címvédő a 10-es dél-afrikai foci VB-n? Az az olasz csapat, amelyik nyert 4 évvel azelőtt, az zseni volt. Emlékeztek arra a Fabio Grosso gólra? Nagy volt az az olasz csapat. Akkor lett Cannavaro aranylabdás, azt hiszem. Melyik betegség ellen nincs életkorhoz kötött kötelező védőoltás? Bazd meg, nem tudom. Az jó. Azt hiszitek, hogy így tudom, hogy
mit kapott, meg mit nem kapott a gyerek, de hát ez az ember elveszti a izét. Mit jelent az, hogyha egy sorozat konvergens? Ott van! Kijártam azt a kurva egyetemet! Bár ez a... Ez... Bár ez gimis tananyag, nem? Ez gimis, ez gimi V, ez gimis tananyag, nem? Az, hogy valami hova konvergál, az simán gimis tananyag még nem. Mondjuk a gimis tananyag nehézebb, mert az régebben volt. Bibó, köszi a gémet! Nem, a van határértéke, meg van véges határértéke között gondolkodtam, de hát édes Istenem. Na, 2-ből 2, hol vagyok? Hol vagyok a top 10-ből, haló? Hogy van? Mi az, hogy 32? Mi az, hogy 32? Mi ez a cheat? Hát dominálok. Hol van Mátéka? Szíjam ki a végét. Mátéka elesett. Megelőzött Csicska Lángos. Mindenkinek, aki mögötte van, ki fogja osztani. Lesz-e csak bioszos bajnokság? Erre őszintén van? Nem. Ha már így kérdezted, nem. Biosz, jó? Hát akkor csináljatok! Miért nem szerveztek nézői bajnokságokat streamen kívül? Nézd meg Barnika the Goat-ot, az arany keretes kiemelt mindenségit. Ott a VIP. Akkor nincs kin nevetni. Aha! Jó, hogy nem már izé főzős kérdéses bajnokságot csináljak, nem? Az lenne a szép. Azt tudjam, hogy mi a gombás, meg mi a borsós, meg mi a tejszínes, meg mibe kell rumot rakni. Mindenki máshoz ért, én megenni tudom az ételeket. Na, jön a harmadik kör, srácok. Vörös Róka Panda, Fanni és Zsú az első három helyen. Egy Nessai konyhája műsorsorozatot megnéznék mondjuk. Mondjuk az valóban nagyot menne, de nem tudom, hogy mennyi ideig bírnátok. De hogy jól szórakoznátok, az biztos. Csak nem tudom, hogy hanyadik adás után gyújtanám magamra az egész konyhát, de... Figyeljetek, ha egyszer építek majd egy nagyobb stúdiót, akkor majd lesz egy konyhasarok, és azt fogjuk játszani, hogy egy év alatt a chat mennyire tud megtanítani engem főzni. Mit szóltok hozzá? A React csatorna helyett csinálunk egy Nessai Cookingot, és hétfőnként főzős adás. Úgy viccet félretéve jó lenne. Amúgy tök szívesen megtanulnék főzni. Na! Melyik évben épült a Bonyhádi zsinagóga? Hát ezt nem tudom, ezt csak a gyakori kérdéseken kérdezik, de hogy sajnos nekem nem aktuális. 1800. Mi ez az ország, ahol vagyunk? Ez valami videójátékból van? Ez a Witcher itt játszódik, vagy? Bocsánat. Mindig el kell sütni. Hány percig tartott a teremtés a Biblia szerint?
Hát 5! Hát 7 nap volt, nem? Hát most össze kell számolni, hogy 7 nap az hány perc? És igen. Ja nem, mert a 7-en megpihent a főnök, csak 6 nap volt, ugye? Főni is lepihent vasárnap. Nem gondoltam volna, hogy azt hittem, hogy van valami, hogy mérte a főnök stopperral, vagy volt valami, de... Jó, tök mindegy, Erdély az enyém, az a lényeg. Melyik évben adták ki Londonban az angol nők kávéhívás ellenes petíciójukat? Még büdös volt a férfiak szája, vagy mi ez? 1674. What? Úgy érzem, elestünk ebben a játékban. Na jó, eddig jó. Nem baj, mindig lehet nyerni. Melyik sportág olimpiai bajnoka? Wellinger. Úgy érzem, megint Mr. Lexikon ellen küzdök. Melyik fa nem tipikusan tűzifa? Fűzfából tüzel? Jó. Hány gram heroin birtoklásért jár halálbüntetés Szingapúrban? Nem már! Most tényleg! Ne haragudjatok! Én vállom, hogy hülye vagyok, hogy nem tudom, hogy hány gram heroin lehet nálad Szingapúrba, bocsánat! Tényleg, én vagyok a farok! Hány fős csoportokba vonulnak a darvak? Anyád! Melyik együttes játszotta a Smoke on the Water-t? Nem olyan rossz szám a zene ízlése, mint azt ti gondoljátok az intrók alapján. Milyen állat a kék akara? Ilyenekre mindig az a válasz, hogy hal egyébként. Melyik divatházat alapították korábban? Puci! Ne! Ne! Nem, nem! A filozófia melyik ága az axiológia? Konyhajtó latinul? Ezen múlik. Melyik béke zárt el az 59-es szárd-francia-osztrák háborút? Hát ez elment a heroinon. Ez a heroinon ment el. Gratula, Gábor. Egész sok izgis kérdést tudtam egyébként, úgyhogy ez annyira nem zavart ez a vereség. Vagy szoros volt. Gábor ezzel a 9. Én meg egy egészen másik párhuzamos univerzumban vagyok. Már 2-t nyertél, Csabex, én is. Most mire mentem vele? Nem tehetek róla, hogy nem drogozok? Még ki tehet róla, hogy nem drogozok?
Ez mi ez? Nem tett róla, hogy nem drogozol, főni. Nem, még ki tett róla? Akva életbe. Főni, melyik nap kezded a Final Fantasy-t? Hagymás chips, egyelőre nincs róla információm, hogy előbb el tudnám kezdeni, mint bármelyik ötök otthon. Szóval egyelőre úgy néz ki, hogy 29-én. Aztán, ha kiderül, hogy előbb, akkor előbb. 63. vagyok, köszi srácom. Kovács, ezt már kérdezted egy csomó streambe, de már beszéltünk erről rengeteget. Nem. Annyi más dolog miatt is lehet aggódni. Rikó, köszi a 3 hónapot. Köszönöm szépen. Bobby, neked is köszi a 29-ek. Köszi, Bobesz. Olyan sok retro arc előkerül. Johnny Hero, Bobby. Jól lecsúsztál. Hát, tudom, a feleségem is ezt szokta mondani. Mármint... Na, lassan befejeződnek az utolsó háborúk is itt a 3. fordulóba. Egyelőre vörös róka panda tovább dominál, annyi csillaga van, hogy csak na, nem nyerek ma, azért megpróbál rácáfolni a nevére, és a vörös inges a 3. Azt a mindenségét, Mátékát keresem, de úgy néz ki, hogy Mátéka csak a vakok közt tud félszemű lenni, én pedig egy előkelő 64. helyre vagyok, jó, kiváló. Köszi Winslow, gratula a 2 évhez. Szevasz. 144. csak Mátéka, na! Így múlik el a világ dicsősége. Következik a 4. forduló. Igen, fogunk még egyet nyomni, jajaja. Van még időnk. Van még időnk. Bőven. Egészség, Martin. Hátékának elvették a telefonját. Ja, a bot nyomja helyette, lehet. Na, az egész világon át harcolhatunk egymással. Jöhet. Mikor állították fel eredetileg a Munkácsi várban a Turul szobrot, amit a Városi Tanács 22-ben eltávolított? Há, nem tudom. Yes! Ezt gondoltam, hogy a századforduló környékén valahol, de szerencsére most nem tippelt egyel közelebb az ellenfelem. Ez azért jó ez a térkép, mert gyakorlatilag mindenhol ott van a várad mellett az ellenfél. Miénk Európa? Testhosszának hányszorosát tudja megugorni a dél-afrikai hegyesorú béka? 40... Hát az hány métert ugrik az a béka, bazeg? Mekkora az a béka? Hát most ekkora a béka mondjuk, itt 40-szer ennyit ugrik, hát száma, valaki mérje már le otthon a colstokkal, amivel a tükör előtt szokott. Hát az very big, az bizony, hogy very big. Hány kilométerre van Budapestől Rijeka közúton? De... Gyűlölöm a tippet, gyűlölöm. Gyűlölöm a tippelést. A tippeléshez be kéne vezetni, hogyha senki nem tippel közel, akkor senki nem kap pontot. Hozzátenném, hogy keveset tippeltem, tehát nem volt jó a tippem, de most ez mindegy.
Milyen katonai rendfokozata volt Farkas Bertalannak a 80-as űrrepülése idején? Százados volt. Az alábbiak közül melyik a helyes megjelölés? Római számmal van a törvény száma. Egyik éve jelent meg Kenneth Grahame B. Kavári Uraság című regénye. Másik századforduló. Igen, erről a rizikótársas Santoro. A világtérképről beugorhat egyből. Szar van a palacsintával, hátrányba vagyunk. Mi volt Paul Gauguin, francia festő eredeti foglalkozása? Nem tudom, hogy kell mondani a nevét, majd segítsetek. Banktisztviselő. Gauguin. Nem ismerem. Tudom, hogy kell lenne, de legalább őszinte vagyok. Főként melyik gyümölcsöt használja az albán konyha? Az albánok sok olajbogyót esznek, de életben nem mondtam volna meg. Az ávi sportolók közül ki volt a jégkorong jeles képviselője? Ez egy elhamarkodott fejelés volt, de jó. Jó, még két kör. Továbbra is hátrányba, azt kapja a várunk. Ki rendezte az Ábel Amerikában című filmet? Mihályfi Sándor. Igen, gyümölcsnek számít csontmagvas termésű gyümölcs. Melyik festő alkotása a Krisztus a keresztfán? Hány éves találmány a szuszék? Most írjak nagy számot. Vagy már egy álomszuszék! Jó, egyet el kell foglalni, és egyet meg kell védeni. Melyik vármegyében található új udvar? Rip! Hol jelentek meg először a számjegyek? Indiában. Pedig ebben biztos voltam, hogy Kína. Schmidt Gábor Márk! Gratula! GG! Na, ez szoros volt. Gratula! Na, 4-2. Pedig milyen jól indultunk. Indiában, ahova kínai turisták vitték. A szuszék kemény fából, régebben sárral tapasztott vesszőfonalékból készült 4 lábon álló nagy láda, amelyben gabonát vagy lisztet tartanak. Vov. Köszönöm szépen, Leia. Köszi a Csircsmit, Gábor Márk, Bacakun, köszi a 44-et, Hungary QHD, köszi a 14-et, Robin, köszi az 5 hónapot. Köszönöm szépen. Na nézzük, ki nyer. Izgulhattok, hogy én nyerek-e, de valószínűleg nem. De a többiek még lejátszhatják egymás között. Egyszerre több helyen is megjelentek a számok, de a legrégebbi lelet az indiai. Aha, köszönöm. Oda néz, vörös róka panda, maximális csillaggal. Az igen!
Az igen. Azért ott be lett kötve a gigabites internet. Viccelek. Nem nyerek ma. Igaza lett. Nem nyerek ma, és zsú. Valószínűleg ez már nem fog változni. Vörös inges még följött a negyedik helyre. Barnika kicsit visszacsúszott. Schmidt Gábor már 37. Lesz-e több top 100? Ne. Ó, ne szállj béna a 93. Nem. Hogy vagyok 108. Jó van. Csak várat fogunk támadni a következőbe. Only vár. Nem röhög, együtt érez. Még mindig közel, és ott van a végeredmény. Gratula. Vörös Róka Pandának kiemelten nem nyerek ma is zsú a dobogon. 108. lettem. Tartjuk az átlagot. Teljesen átlagos vagyok. Így könnyebb velem azonosulni. Az ideális influencer teljesen átlagos. Véletlenül sem kiemelkedő semmiben. A helyemen vagyok. Ennek így kell lennie. Tartjuk a közepet. Na jó, rohadjatok. Mármint, hogy játsszunk még egy utolsót. Maradjon a nagyon nehéz. Az viccesebb, mint a könnyű, nem? Többet tanulunk belőle. Könnyűből csak az ostobaságomat tanuljuk meg. Maradjon a nagyon nehéz. 620-316. Gyertek. Legyen közepes, de hát a közepes az ilyen közepes. Az ilyen basic. Az a jó, ha nehéz. Gyertek, srácok. Közben Rebi nagyon szépen köszi a csírt. Köszi. Közepesnek én vagyok itt közepes. Csak a nehéz. Hányan lehet jelentkezni? Akár hányan jelentkezhetsz, Magic Man. Nem tudom, hányan vagy, de gyere. Így van. Nincs közepes kérdés, büszkén leszünk, hülyék. A közepes ismertségnek ehhez nincsen köze. Zed, köszönöm szépen a 17-et neked is. Szevasz, Nevermind. Mester Tobi, 71. hely, pedig azt hittem, hülye vagyok, mint egy tuskó. Ha téged a 71. hely meggyőzött arról, hogy de, mármint... Nézd, mindenkinek attól függ, hova rakja az elvárásait. Így van, top 1, screenshotoljuk le. Légy szíves, Gergely, gratulál a második helyhez. Huncsix, neked is GG. Senki többet harmadszor. Indul a mai utolsó megmérettetésünk. Így van, látjátok? Arkix büszke a 246. helyére is. Ez hozzáállás kérdése. Stop the count. Most kéne megállítani a pontszámlálást. Nekem így jó. Igen. Pontosan, ahogy a be nem fejezett főiskolás években hipnotikus avasszalonna, győzni jöttem, de a kettes is megfelel. Így van. Na lát, Gergely is hozzájárult, hogy ez legyen a végeredmény. Hát már ketten vagyunk. Idegenben jó az X. Na. Oh.
Kedvenc térkép. Úgy, de gyönyörű helyekre kerültünk. Melyik évben alapította meg negyedik Károly a német-római császár, negyedik Károly német császár az első német egyetemen? Bocs, én 130 évet tévedtem, 52-t. Szinte tudtuk. Pedig történelemből illene. Hány Springfield nevű település található az USA-ban? Simpsonék már megcsinálták. Azért remélem átérzitek a nyomoromat ezekben a tippelős végeredményekben. Nem baj, lettek kengurui. Nem, ez ma nem az én napom. Melyik évben került sor az első lottójátékra? Hogy? Ilyen hamar bevezették a hülye adót? Tetszik, hogy mind a ketten full vakon vagyunk, és mégis 2600-2000 az állás. Na jó, semmi gond. No worries. No worries. Az alábbi költők közül kiírt német és angol nyelven is verseket. Pedig az volt az első tippem, és valamiért azt hittem, hogy az túl egyértelmű, nem baj. Ez most, ezt meg lehet adni, ezt nem tudtam, ezt kellett volna. Mi is a Micimackóval ismert százholdas pagony? Leghosszabb válasz. Ritkás fiatal erdő. Szegény Milne. Kaspar David Friedrich német festő. Nem kellett volnama fölkelni. Ez gyors játék lesz így. Az alábbiak közül melyik a legújabb találmány? Pedig még szerda sincs. Nyugi, több is veszett bohácsdá. Ki nem volt a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya? Most már a harmadik alkalomban az meg, hogy ami elsőre jön, arra nem nyomok rá, és utána az a helyes válasz. Melyik dallal tűnt fel Szécsi Pál a 67-es Táncdal Fesztiválon? Igen, azt kellett volna kérdezni, hogy mekkora a százholdas pagony. Mi található Hajdú-Bihar megyében? Persze, ha tudom, akkor tippelni kell! Ó, már halok is! Ja, bazzeg, ez az utolsó kör. Ez a meccs úgy átment rajtam, mint... Melyik autóból adták el a legtöbbet? A Corollából? Nem már! Mondjuk az egy jó autó, csak... Milyen étel a pumpernickel? Az meg, ha valamit tudok, akkor ő is tudja! Hány a számú fegyenc a nyomorultak legé... Oh. Nem, 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 ez nem igaz, nem, nem,
Nem, ez nem! A Codex nem! Ezt te is tudod, hogy nem! Nem! Közelebb volt, így van, így, ahogy az összes többinél is, így van. Ez tény. Matematikailag ez így igaz. Na, jó kezdtünk. Ez volt eddig a legerősebb első köröm. A nagy számok törvénye alapján ennek meg kellett történnie egyszer. Még két meccs folyik közben, Fikusz, Mico és Punga elől, de hát azért itt a két csillagosok bekezdtek erősen, akik elpusztították az ellenfeleiket, mint például ugye Codex, és Csicska Lángos is kegyetlenül megjött, úgy néz ki az utolsó körre. De két meccsen még küzdenek, és egy meccs még csak a harmadik fordulóban jár, ott egészen véremenő tippelgetések vannak, ott mindenki tudja a helyes válaszokat. Nyugalom, nem vagyok utolsó. Mármint persze megnézhetném, hogy utolsó vagyok-e, de tudjuk, hogy nem. Mert a 238. helyen állok. Na, Fikusz, Mico, Punga, Broly, Panna, Igne, Csicskalángos, Karfrewagen, Zolkis, JHB, Codex, Heisenberg és Fire Dragon 13-an pusztították el az ellenfelüket. ...727. vagyok, na ugye? Hát az... Nem vagyok utolsó. Föl kellett volna vegyek egy szemüveget, hogy okosabbnak tűnjek. Semmi gól? Semmi gól? Így is van, most hallottátok? Most az univerzum jelet küldött. Gábor Sebestyén, köszi az egy évet. Na figyelj, most olyan kérdések lesznek. Gyorsnak, határozottnak kell lenni, oda néz. Nem segít a szemüveg, csak jobban látom a hülyeséget, Doki. Hányszor nyerte meg Dunlop az Isle of Man motorversenyt? 6-szor. Na milyen érzés? Na milyen érzés, játékos kettő? Ugye milyen szar érzés? Na most! Látjál, most ráhangolódtam a taktikára, hogy hogy kell megnyerni a tippelést. Deszáj, a szemüvegviseléshez már eleve el kell bukni egy teszten. Úristen, de deep! Micsoda deep megfogalmazás. Kiadomány szerkesztésben mekkora betűméretet jelent a gyémánt? Ott van. Egyértelmű, hogy 4. Ott is van. Látjátok? Megy ez. Hát, tudom, hát... Csak tudni kell a válaszokat. Ilyen egyszerű ez a játék. Melyik évben került piacra a Max Holland Divatház Fresh Moven elnevezésű parfümje? Hát azt kérlek szépen benneteket! Az pont akkor. Hát... Jó. Elütöttem a 8-ast! Na nem, hát izgalmas kell, hogy legyen a játék végig, azért mégiscsak úgy illik. Na, gyerünk! War it is! Melyik csúcs található az északi Bakony területén?
Mondjuk egyedül arról nem hallottam még, szóval ezen az alapon is elindulhattam volna. Azt tudtam, hogy melyik nem. Ki találta fel az indukciós fogyasztásmérőt? Blatio Totitus. Most legalább nem arra gondoltam, úgyhogy úgy magabiztosan nyomtam rosszra. Ki nyerte a magyar labdarúgó kupát 11-ben? A Kecskemét! Ezt meg nem mondtam volna. Vár! Az alábbiak közül melyik ülésezik Svédországban? Bám! Sherlock Holmes a Baker Street hányas szám alatt lakik? Yeah! Nyomod! Ki nem hal meg az utolsó Mohikánban? Nyugi, van még két kör. Milyen színű az aszú szegfű virága? Megcsinálom ugyanazt! Nem szabad kétszer gondolkodjak. Egyszer is sok. Milyen szimbólum volt az eredeti forgalomban nem hozott béke dolláron? A békét a törött kard jelképezte a galamb helyen? Fuck logic. Melyik mű ábrázolja a legkevesebb ember alakot? Melyik évben alapították a Pony márkát? Bassz meg! Nem jó! Mi volt a korábbi neve Jakartának, Indonézia fővárosának? Batavia. Jó, nyertünk amúgy, de még az kell. Mi a foglalkozása az Agymenők című amerikai sorozatban Rácsnak? Jéj! Mr. Kutrapali! Thank you! Köszi, Angsen! Na, ez azért kellett az előző kör után. Punga. Punga és GHB tovább törtetnek az élen. Ők két meccset nyertek, úgyhogy mind a kétszer lerombolták az ellenfélvárát. Mennek a pörgetések. Mátéka, hoppá! Mátéka ott van! Visszakerült a nyerekbe, visszakapta a telefonját anyukájától, a 20. helyen Mátéka. Nessali barát meg... ...94, top 100! Top 100 a szituáció, jövünk föl. Így is van. Bármi megtörténhet. Lehet, hogy Punga és... elfelejt játszani. El kell mennie. Ez bármikor megfordulhat minden. Vagy ki lehet rúgni a ját? Nem lehet kirúgni? Ne? Nem lehet. Itt oda néz Punga, milyen szép. Letiltom a smaragd bajnok Pungát. Elfelejtek játszani. Nem, Punga, nyomjad! Kell a max csillag.
Ez a baj, most tuti nehéz ellenfelet fogok kapni. Ilyenkor elkezdi bedobálni a top 10-eseket. Igen, most megkapjuk Pungát, ez így szokott működni általában. Hova lett fikusz? Hát most fújtam ki, vagy mire gondolsz? Igen, Pungának pittye nap épel, ha már így szó esett róla mindjárt. Stracciatella, nagyon köszi a 27 hónapot. Köszi szépen. Na gyerünk, jön a harmadik forduló, az utolsó előtti megmérettetésünk, az utolsó előtti ellenfelünk. Ki tudja, hogy anyadik helyről érkezik, hogy engem tovább taszítson a mélybe. Meglátjuk. Na gyerünk, game. Adj egy kis szerencsét, hozd el. Mágikus földeken kalandozunk tovább. Lássuk a kérdést. Kerekítve hány kilométer hosszú Magyarország államhatára? Sokkal jobban fölbasz, amikor indokolatlan kérdésre jól tippeltek. Az hogy? Azt hittem, az idegesít fel, hogyha hülyén tippeltek, de nem, ha tudjátok, az még jobban idegesít. Wow. Hány növényfaj tartozik az almafák nemzetségébe? Ez az. Jó, van még remény. Ő földrajzban erős. Gyerünk, meg kell hódítani Narniát. Nyomod. Melyik évben halt meg Brecht? Nagyon otthon vagyok a drámában. Még nem tippeltem messze én se, de... Jó, kis hátrány, nem vészes, egy területtel több van neki. Ki volt Ripple Rónai József szerelme, aki több alkalommal is megörökített? Bányai Elsa. Ki rendezte a Fáraó című filmet? A Jerzy volt. Jó, eddig jók vagyunk mind a ketten. Nagyot megyünk. Melyik csata nem a középkorban volt? A kusztodzai. Jó, együtt vagyunk hülyék eddig, nagyon jó. Ez tetszik. Az alábbiak közül melyik futballcsapat beceneve a Fekete Sasok? Ez az! Vár! Az alábbiak közül melyik találmány született a legrégebben? A központi fűtés! Hol árultak először Philadelphia krémsajtot? Nyilván nem ez a helyes válasz, de...
nem merek másra nyomni. Hát egyértelmű volt, hogy nem az a helyes válasz, de ha mégis az, az nagyon végés. Ivezeti a hetente jelentkező országjáró rádió műsort. Bizonyosan így van. Vár! Várj, ez már a játék vége, de gyorsak vagyunk. Melyik ország autójele a PRC? Hát ők azt hazudják, hogy People's Republic. Tényleg. Na mindegy, meg lett. Köszi, patkoló. Tényleg. Mindig ilyen hangzatos neve van a diktatúráknak. People's Republic of China. Tényleg. Nem baj, a győzelem megvan, örülünk. Na, Pungának nem sikerült most a pusztítás. Nem emlékszem, hány csillaga volt. De most jön föl Roli, Igne, Panna. Most ott az nagyon szoros lett az eleje hirtelen. Pontokban nem annyira, de csillagokban igen. Hol a főni? 64. Na, az tisztességes. Amúgy Kína alkotmányában benne van, hogy népi demokratikus diktatúra, szóval nem hazudnak. Hogy lehet valami demokratikus diktatúra? Mondjuk, ha te választod a diktátort, akinek korlátlan hatalma van, akkor demokratikus diktatúra. Úgyhogy végül is az. Csak egy emberre szavazhatsz. Van szavazás, de csak egy emberre szavazhatsz. Amúgy logikus. Szícs, köszi a 26-ot. Észtra Csatella, neked is köszönöm szépen. Kommunista párt van Kínában, nem? Ugye? Mi, mit küzdenek? Nézd meg, itt egy csomó meccs, ami még csak itt a második fordulóba jár. Ők mit csinálhatnak vajon? Ott ők lehet, hogy sakkal játsszák le. KKP van, kínai kommunista párt 49 óta. Drive to Survive. Én már megnéztem az első két részt most nettus. Ja. Bár nem vártam tőle semmit, Drive to Survive. Ugyanolyan, mint eddig, de azért jó. Tesznek már vége van ma? Meddig tart a mai Forma 1 teszt? Verstappen ment már egy 15-ös időt? Bekapcsolták már a két rakétát a Red Bull hátulján? Most lett vége. Aha, köszi. Na, még két meccsünk mindig hátra van közben. Én nem vagyok benne az Avatarban, mafiózó. Hallottam, igen, hogy most jött a Last Airbender, és most nagyon hype. Én nem vagyok benne. Majd lehet, hogy megnézem, de nekem az kimaradt régen is. A léghajlító. Sőt, igazából vicces, mert a másik avatárt sem szeretem annyira. A kék avatárt se szeretem annyira, meg az eredetit se. Valahogy így kimaradt. Köszi, Mr. Dragon. 1.33-at mentek már. Az durva.
Sokkal gyorsulnak az autók idén megint. Dúlva. Na! Közben megvagyunk. Punga továbbra is vezet. Roli szorosan a nyomában. És Igne is ott van még. Még itt azért nem dölt el semmi. A dobogó sem, de akkor jön az utolsó kör. Lássuk. Köszönöm, Tóni, neked is a 2 hónapot. És Mr. Dragon, köszi a 31-et. Na! Ha, egy jó kis francia befejezés. Oda nézzél, milyen szép ez az ország. Magyar Ornitológiai Központ mikor jött létre? Ah. Igen, ez az utolsó kör az, amikor megkapjuk a top 10-eseket. Kezdődik! Elkezdték figyelgetni a madarakat, ezek is unatkoztak egész nap. Melyik évben vezette be Hitler a lengyel nők számára az abortuszt? Annyira nem veszi jó ki magát, hogy 2 darab kérdést találtam majdnem telibe az egész játék során, és mind a 2 Jó, de ez könnyebb logikailag kikövetkeztetni ezeket a dolgokat, na! Melyik évben rendezték meg először a salzburgi ünnepi játékokat, a világ egyik legjelentősebb zenei fesztiválját? 1920! Közel voltam, fixen közel. Annyira közel, hogy csak na. Na! Előnyből kezdjük a háborút. Melyik a dél keresztje csillagkép legfényesebb csillaga? Tudja. Melyik évben jelent meg Szabó Magda? Nem! Ne! Ne! Nem lehet ezt csinálni velem. Ki nem játszott a Real Madridban? De ez mi volt? Hogy... Melyik éven került be a boltokba az izlandi... Hát mikortól jött vodka? Korábban? 2005. Ki volt Vujicic Tihamér? Hogy nevezik a tajvani új dollár váltópénzét? De honnan tudj? Ott van. Ott van. Vár. Milyen célból termesztették először az Egyesült Államokban a szíriai rutafüvet? Festékre. Szerettek színezni. Mikor volt a peloponészoszi háború? Ah, nem már... Döri!
Oversimplified csatornát amúgy ajánlom mindenkinek. Hogy hívják a Csík zenekar prímását? Nem tudom. Nem tudom. Hál' Istennek ő sem. Na! Utolsó kör. It is epic win. Yes! Vár! Kinek a korszakalkotó műve a természet filozófia matematikai alapelvei? Newton. Jé, köszi cowboy! Na, azért csak nyeregettünk. A vereségeim nagyobbak voltak, mint a győzelmeim, de... Ha leszámoljuk, jók vagyunk. És úr, köszi a 9-et, köszönöm. Na de hát itt még nagy küzdelmek vannak azért, hogy ki hova sorolja be önnön magát. Én megint nagyon gyorsan lezavartam a saját menetemet. Itt még van, aki az első körbe jár. Mondjuk azt nem tudom, hogy. De valahogy. Ők lassan tippelnek. Nem kaptam értesítést, Suzi. Ja, de! Á, elbújtál, köszönöm szépen, bocsánat. De látod, az üzeneteidet látom, az a fontosabb. Köszönöm szépen. Jövő héten szombaton lesz F1 verseny, ez fontos info. Szombaton? Az mély szombaton. Ez valami új információ, vagy ez eddig is így volt? Ja, mert Ramadán van. Aha! Milyen kedves, hogy így igazod meg. Ah, hogy a Saudi is akkor lesz, akkor logikus. Ja. Köszi az infót. Na várjál, és akkor mikor lesz az időmérő? Az pénteken, vagy az is szombaton? Már régi info. Én nem tudtam, még nem néztem a schedule-t. Péntek lesz az időmérő. Hát akkor a streamek megint elmaradnak. Nem amúgy, mert Final Fantasy-zni fogunk egész nap, úgyhogy... Igen, végül is mindegy, hogy vasárnap délután vagy szombat délután alszunk, nem? Így van. Hoppácska! Schmidt Gábor Márk az érre tört. Hunga belassult itt a végére, és itt surranó pályán Schmidt Gábor Márk megjött. Abban a pillanatban. Na, ott vagyok valahol? Hoppá, az egy top 50-es szituáció lehet, top 46. Yeah! A végére fölfejlődtem. Eszáj, valamikor nem szeretnél sakkozni? Az nagyon kell figyelni. Érdekes sakkstreamet csinálni szerintem nagyon nehéz, ahhoz nagyon kell tudni sakkozni. Ha normálisan akarnék sakkozni, akkor én a közben nem tudnék beszélni. Ott az annyit előre gondolkodni, az... Á, és még közben pofázzak is, az nem hiányzik senkinek. Nem játszottam a Final Fantasy demóval Trinity Hyper, kibírtam. Nem, veletek együtt majd az egészen. Úgyhogy... Semmiképp. Megerőltettem magam és kibírtam. Na! Véget ért a bajnokság, az utolsó is, hölgyek és urak, Schmidt Gábor Márknak gratulálhatunk, és Punga és Roli mellette büszkén integetnek a dobogóról. Szép volt, hát egy 46-ot sikerült így kimaxolni a végére. Hát ma nem jött össze a top 10-es eredmény, de mondjuk, hogy közel jártam hozzá. Maradjunk ennyiben, de ti legalább ügyesek voltatok, srácok, úgyhogy remélem, hogy 2C-vel tetszett. Az engek széthassad a torkom. Tehát na, aki éjjel legény, az nappal is legyen. Nike, köszönöm szépen a cheert, köszi a játszit, kiderült, hogy sötét vagyok, mint az éjszaka, de legalább a betegség jó kifogás. Én is köszönöm mindannyiótoknak, srácok, hogy ilyen sokan játszottatok velem, remélem, hogy tetszett. Ha más nem, akkor legalább a fejeteket fogtátok miattam, az is kiváló.
élvezzétek a hétvégét, srácok, pihenjetek, hogyha tehetitek. Jövő héten rendkívül izgalmas lesz, mert érkezik a Final Fantasy, amit ha más nem is, én nagyon várok, és aki velünk fog abba tartani, az nem fogja megbánni az abba belefetszölt időt. Az év egyik legjobb RPG játéka megérkezik, csapatjuk közösen, úgyhogy nagyon-nagyon lelkes vagyok, tűkön ülök mondhatni, és előtte még, hát azért annyi játékot meg kéne nézni egyébként, de nem lesz rá idő. Kijött a Pacific Drive is, állítólag rohadtul jó lett, a Deep Rock Galacticas játékot is meg akarom nézni, az Enshroudedbe bele se néztünk, még ott a Palworld is, úgyhogy hát na, mindegy, majd látjuk, frissülni fog a menetrend, srácok, hétvégén lesz NDD az FC csatornán, és sok minden egyéb kontentok pörögnek, ma még elvileg lesz React meg VOD is, úgyhogy tudtok falatozni a YouTube-on, én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek az egész hetes velemtartást meg támogatást, találkozunk jövő héten, hétfőn. Addig is kellemes pihenést és jó hétvégét mindannyiótoknak, srácok! Szevasztok! Pa-pa!